Sziasztok, én Peti vagyok, és ez itt az Elégye. Folytatjuk ott, ahol abba hagytuk. Kokóval legyőztük Engine-t. Ezzel befejezve a negyedik helyszínt, és következik az utolsó helyszín, az ötödik, az utolsó öt pálya, a vég nincs messze. Cortexet kell lesz legyőznünk. Utoljára. Egy újabb jövőbeli pálya, és be is mutatom a feloldott képességet, bizony a gyümölcsvetőt. Ezzel könnyűszerrel le tudunk lőni akárkit, még ezeket a döglegyeket is, vagy nem tudom mik ezek még mindig. Szóval, és itt egy új ellenfél, ami nagyon tetszett, de elég halálos, eltalál minket annyi. Viszont csak rá kell jönni, hogy ki kell kerülni ügyesen a rakétáit, és a popsiját elpörögni. Láttátok itt is, hogy elég egyszerű, azzal csak be kell célozni az ellenfelet és kilevi rá a bombát, viszont erre nem hat, tehát erre a nagy dögre nem hat. Óvatosan, mint itt már mozog a padló. Oké. Tűnés innen. Ott van két doboz. Elő is veszem a gyümölcsvetőmét. És egy másikat. Másikat is meg is van. Téged is lelőlök. Úgy bizony. Kár, hogy nem lehet velem mozogni annyira. Az durva lenne szaladni, vállunk a egy olyan gyümölcsötére. Ó, távolból eltaláltam egy ilyen feloldó dobozt, és feloldott nekünk. Itt még van kettő, úgy látom. Aha, ott az egyik. Gyerünk. Kicsit nehézkes vele célozni, de azért kijelöli nekünk amit mi akarunk. Na. Vagy nem. Most mondtam, hogy kijelölik, köszönöm szépen. Oké. Na, én oda szeretnék beugorni, így bizony. Így bizony. Egy zümmögnek azok a mélyecskék. Csöndet. Csöndet kérek, szépen kérem a csöndet. Tudod mit, meghagyom a barátodat, hogy egyedül maradjon ott. És utazás a jövőbe. Entex. Mindent Cortex nyert, vagy mi itt a helyzet a jövőben. Se baj, kristály megvan, ugrás megvan, pörgés, és újabb döglégy. Kicsit rímelt, de nem örülök neki. Azokat nem szeretem, mindig ott zümmögnek, és ezt... megint. És olyankor megsütnének engem. De nem fognak... óvatosan a tüskés barátunkkal. A sünikével. Igen, sünének hívom. És akkor mi van? Ó. Ezt a TNT-t is felrobbantam, de oda lent. A beton alatt, mint a lett volna még két doboz, amit fel lehetne oldani valahogy, de most... ezt nem tudom, hogy hegyen. Később a videóban szerintem visszatérek meg rá. De itt is a bónusz pálya. És ahogy látom... itt most nagyon kell használnom a... gyümölcsvetőmet, hát igen, az előző főellenségnél oldottuk fel, úgyhogy most mutatni kell, hogy használd, mert most oldottad fel, és az most milyen jó, hogyha használod. Oké. Oda fent. Ha szeretném. Köszönöm. Hoppá. Mennyi nitróka. Volt. Nézzük itt mi még, miért sem áll rá. És 17, per 17. Vissza is érkeztünk. Menjünk is tovább. Hát inkább nem csúszanok. Inkább nem rizikózom meg, hogy ráugrok. Most egy kis biztonságot ad ez a gyümölcsvető. Akármikor le lehet állni, de nem akarom azt csinálni. Most végig, akkor minden előtt megállok, és lelövöm. Ott az öt platform. Csak ez a drága kő még nincs meg. Pepsi. Visszajövünk. Kis cseles. Rajtam nem fogsz ki. Na, tűnés onnan. Hopp. Így van, erre van szó. És még egy utazás. Encorp. Engine, Rockets, mindenütt N, az N betűk a jövőben. Nem hiszem el, mi történhetett a jövőben, hogy mindenütt N betű van.
Crash, mit tettél hát? Cortex mégis legyőzte őt. Oh! Hello, Benő! Pip, van itt is 70/87. Se baj, se baj. Kristályt megszereztük. Tadaaa! Nincs tánc. Nincs tánc, hanem 22-es pálya. Oh, narancs aszfalt. Újra motorozás bizonyára. Bum! 9-ek vagyunk, de nem sokáig egy-két láda, 8-ok, és már a biztos úr betanult egy új trükköt. Láttátok, hogy garázdálkodik ott? Nézd csak! Hogy el akar minket ütni? Nem. Hoho, és be is tudtam gyorsítani valahogy. Azt nem gondoltam volna. És már azt hittem, hogy mondhatom, hogy 5-ik vagyok, de igen, 5-ik vagyok. Kikerülöm ezeket a csapdákat. Az útoblaszt. És szépen. Na most nem. Most átugratom. Nem. De azért 4-ek lettünk. Itt szépen végig. Turbózom. Turbó és téged! Azt hittem sikerül átugranom, de nem, se baj. Töki mész oda a súhnyásba, én pedig megelőzlek. De úgy kiszámítható, úgyhogy őt is kikerülöm. Újabb turbó. Egy kerekezés, de azért nem olyan hevesen. Ó, itt két ugrató egymás után. Rámentem a fejére. Szegély. Mint egy kis parolás. Igen. És itt, tessék elengedni, biztos. Hát az, nem fogok hazudni, az elég közel volt. Közel volt, hogy beleessek abba a lyukba, az aszfalt közepén. Hát milyen országban lehetünk, akkor a lyukak tátonganak a... akkor a lyukak tántonganak az út szélén. Hát igen. Ez Crash Bandicoot világa. Itt balra, oké. Akkor gondolom jobbra, így bizony. És a finálé. Első helyzet. Meg se izzadtam. Drága kő és kristály. Hát ez már azért megér egy táncot. Nem gondoljátok? Nem gondoljátok. Hát jó, akkor megyünk tovább. Flaming Passion. Újra itt vagyunk. Aladdin világában. De most már nálunk van a gyümölcsvető. Köszönj neki szépen. És ne hadonász itt. Ó. Szóval így állunk. Tüzeskedünk? Hát akkor én is előveszem az én fegyverem. Hát ez így nagyon sokáig fog tartani, hogyha minden egyes kukucskáló vénasszonyt vagy vénembert le akarok lőni, de inkább kikerülöm. Azt hiszem az lesz legjobb. Ó, a kerámia ellen, és kérem uram, vigyázzon a kerámiára! Ó! Semmi baj! Óvatosan! Nem, ne dobjátok csak semmit! Ups! Így van! Fegy! Felrobban mindegyik! Szkeptikus vagyok! Se baj, kristály megvan, látom. Egy ugrás, két ugrás, még egy ugrás, pörgés, és megállok, mert megint garázdák. Garázdálkodnak ott az ablakba. Mint egy vénasszony kukucskál az ablakba. És nézi, hogy mit csinálok. Hát szép. Vagy egy vénember? Na, akkor ezt írjátok le kommentbe. Aki ott kukucskál az ablakon, lila ruhás ninja, néni, vagy bácsi, az férfi vagy nő? Tehát az, aki jött ki, és miért? Ezt nem tudom, hogy néni, az most férfi vagy nő. Ó, ott van a halálfés, de előtte még ezt a... Aha, és ott most nem ugrálok végig, hanem megteszem, amit kell. Megszerzem a különleges színes drága követ. Ó, már a zene is komolyá vált, itt már nincs... Ó! Na, oké, ez nem vicce. Ketten is vagy több? Egy házas pár. Hát vagy, ne, vagy két férfi, vagy két nő. Na jó van, ezt tényleg írjátok, kérlek szépen, kommentbe írjátok le, hogy az a lila ruhás ninja néni vagy bácsi, az néni vagy bácsi. Köszönöm szépen. Na, ne dobálóz, hát az egyik hadonászik, másik dobálózik, ti biztos testvérek vagytok. Biztos. Nem baj, itt van valaki? Ha? De kis csár. Na jó, azt nem tudom, hogy kerültem ki. De megvan a zöld, drága kő, köszönöm szépen, nagyszerű. Gyerünk!
menjünk is tovább. És itt jöttünk, ide jöttünk vissza, ami... Emlékeztek, hogy ott hagytam abban, hogy nem ugrok tovább a szőnyegeken. Tehát most pont oda érkeztem vissza, ahon folytatnom kell. Körülbelül. Hadonászom, hadonászom. Oh, ez hadonász le. Ugye, hogy nem olyan jó érzés, hogyha fegyverrel támadnak rád. Gondolod el? Szegény kis bendikút, aki felé karddal mennek hadonászva. Hát, szégyelje magát. Szégyelje magát. Ezt tanulta itt. Nem baj, bónuszpálya. Már is jobb kedve derít. De a nitrók nem, úgyhogy viszlát nitrók. Ó, újabb nitró adag. Egy ládával fűzeleze. Köszönöm. Illetve egy kis csel. Aha. Hát szerintem én ezeket én mindiget felrobbantam. És utána a szuper titkos, trükkös, nagy hatalmas ugrásomat bevetem. Csúszás, ugrás, és pörgés. Ó, milyen nagyot lehet ezzel ugrani. Ez hasznos. 28x28. Lehetünk is vissza. 80 élet, milyen kerek szám. Ja nem, 81. Csabaj. Na. Hát én pedig azt lelőttem, ti láttátok? Csabaj. Hopp, ott van még egy fent. Ott ne hagyjuk. Jó, most már megvárom. Megvárom szép nyugodtan. Ráérek, semmi baj. Megvárom itt is a szőnyeget. Szőnyeg, tessék jönni. Oké, szőnyeg, tessék jönni. Oké. Drága kő, köszönöm. Hát most azt kell, hogy mondjam, hogy kristály, sima drágakő és a színes zöld drágakő. Na ez megér egy lájkot és egy táncot. Gyerünk, Crash, mutasd meg! Köszönöm szépen! Folytatjuk a 24-essel, ez az most! Crash fog repülni. Crash, Coco, remember! It is not only Dr. Cortex that we battle. Beware of Uka Uka, my children. He is a far more dangerous enemy than anyone can imagine. Bizonyám, Crash-sel fogunk repülőzni. Amikor az előző videóban Coco-val lehetett először repülni, akkor kicsit furcsa érzésem volt, miért nem a főszereplővel Crash-sel lehet repülni. Az milyen király lett volna, és itt van, Crash-sel lehet repülni, ezt a... Ráadásul ilyen nagy nehéz bombázók ellen, amit nem olyan könnyű ám belőni, mint azokat a léghajókat Coco-val. Coco-nak is könnyűség volt. De Crash-nek nehéz bombázókat kell leszedni, méghozzá úgy, hogy két oldalsó motort kell kiiktatni. Közben kicsik is támadnak ránk, a kicsikék. Hú, le is vettem kicsit a hitletemet, de se baj. Gyűjtöm a ládákat. Vagy a dobozokat. Nem tudom, hogy ki hogyan szereti, hogy mondom. Vagy szeretitek egyáltalán, ha mondok akármit is. De közben kiiktattam a másik nehéz bombázót. Hello. A hidegháború. Nézzétek a földre, milyen hó van. A hidegháború. Crash Bandicoot módra. Az majdnem eltalált. Na most pedig téged foglak célba venni. Nincs menekvés, kicsit lefékezök, hogy itt lesz. Na, nekem másikat, vagy. Erről van szó, 3x5. És az is. Olyan a dobozokkal. Aha, a dobozokkal hogy állunk? Ah, még ott van, elég sok. Aha, jó. Azt a távolba kellene először, hogy... itt ez közelebb van. És aha. Szerintem inkább erre jövök. Vagy, au. Az nem volt kedves. Se baj. Még ezt. Csak 88? Na, szintem feltöltött az egyet, ami jobban. Se baj. Bobobob, szembe. Frontális ütközés. De lenne semmi bajom. Mert nekem különleges repülőgépen van, ugyebár én ülök Crash. Ha 10x11, még egy hiányzik, akkor még nem lövöm le az utolsó nehéz bombázót. Na. Gyerünk. Pegy, megvan. Úgy van, 100%. Drága kő ide. Nem, és az ötödik ellenség, akit célba veszek. Készülj a halálra, ne is menekülj, jó. Na, a segédjeid eléggé meg...
meg ijesztettek. Nem. Megint puffantás ütközés. Én nem félek. Manőverezik el a lényegben. Egyik kiakított, a másik is kristályt. De vissza is mehetünk. Mert sikerült. Megszerettük a kristályt. Erről van szó. Tehát az nincs, hanem következik a 25-ös pálya. Ez a zene felkészít. Olyan kis sejtelmes, misztikus, ahogy elindul, és ahogy vált. Egyszerűen imádom ennek a játéknak a zenéjét. Mindig illik a környezethez, a pályához, tökéletes. Majd összeltem. Nos, itt jön a vicces rész. Ugyanis az a kis bogár világít nekünk, mert sötét van, de egy idő után elhagy minket, itt hagy minket, azt mondja, elég volt már, nem bír körülöttünk körözni. Nem vagyunk elég büdösek, hogy itt legyünk mellettünk. Hopp, és el is ment. Na de itt a társa, akit, nagyon gyorsan, no, az nagyon közel volt. Szerintem ti is láttátok, itt szerencse közbe játszott, az szerintem igaz. Fú, az meleg helyzet volt. Ó, visszatértél a koporsodba? Na itt gyorsan, nem engedett át, se baj. A kép platform, most nincs meg. Na itt már látom az utat, checkpoint, és három maszk. Kérem mind a háromat, és indulhat. Futási, nem állíthat meg semmi. Jöhet nekem az Anaconda. Vagy nem tudom milyen kigyó, de nem állít meg, semmi, még azok a kemény dobozok sem, vagy vaskos dobozok, vagy nem tudom még azok. Oké, eddig tartott a sebezhetetlenség, eddig tartott, de következik a checkpoint, utána pedig a bónusz pálya, így bizony, óha. A bónuszpálya is teljesen sötét, ajaj, akkor itt óvat, és 40 ládát kell, ajaj, óvatosan. Aha, és itt most szeretném átugorni, így, ez az, sikerült átugorni. Óvatos, nem tudom, hogy most mi van ott, de ez itt jó lesz. Ha. Hallom, hogy a nitró dobozok garázdálkodnak, na, itt, na, semmi, jó, 15-öt felrobbantottam, oké. Mehetünk gyorsan, maradj itt, nitró, gyorsan, vedd elő, üpp, jó, futás, pörgés, csúszás, ez az, pocak, így van, megvan, megvolt, 37 per 40, na ezt a három gyorsan, pip, ne, na jó van, csúsz, op, erről van szó, 40 per 40, sikerült. Meglett, még a sötétbe is sikerült kitalálnom, hogy merre kell menni. Nagyszerű. De visszafele bezzeg adtak meg én egy bogarat, minek adtak nekem? Szent János bogarat. Vagy nem tudom, az milyen bogár igazából. És közben lövöldöznek is, hát milyen kellemes nekem itt. Na baj, kristály jöttem, kristály megvan, krokodil úr mehet haza. És folytatjuk egy újabb bogárral. És Mumia úr, na, ti nem vagytok kedvesek, hogy itt csúsztok, másztok, és engem meg akartok csípni, miért? A nitrók között, oké, világíts nekem, drága költ ide, mehetünk is vissza, visszaérkeztünk, és megszereztük az utolsó kristályt, megvan mind a 25 kristály. Nincs ide a táncra, mert le kell győznünk. Cortexet. I'm sorry. This is the part where I'm supposed to be angry, full of rage, incensed beyond belief. Once again, you have outsmarted and outspun my best henchmen. I should be rather upset, shouldn't I? And in fact, we're furious! But it seems you have overlooked one small detail, you little orange delivery boy!
Now that you have gathered all the crystals, all we have to do is take them from you! Bizonyán, nálunk van mindegyik, most már csak el kell venni. De természetesen ez nem fog megtörténni, hanem nekünk kell legyőzni Cortexet, és Aku Aku segít Uka Uka legyőzésében. A testvérpár középen harcol, mi pedig kikerüljük Cortexnek a sugárpisztolyából kilőtt sugárfénygömböket, gondolom. Nem tudom, és közben hopp, mit gazdálkodik az aknákkal. Nem. A védőpajzsa lejött, hopp. No, be. Mehet aludni. Joyce, Kát, ennyi volt. Ha csak nem ment volna le érte. Uka. Az nem jó. És most pedig a két maszk taktikát vált, most körbe-körbe forognak. És ugyanúgy ki kell őket kerülnünk. Na de közben még ugyebár Cortex is lövöldözze ránk. Húha. Dobálja az aknákat óvatosan. Kikerülöm őket, nincs gond. Hopp. Gyerünk, most kell lelökni. Tenni is onnan. Gyerünk be vissza a helyedre. Jó éjszakát. This is Sparta. Olyat kár, hogy nem lehetünk berúgni, csak pörögni lehet. De se baj. Két életét levettük, már csak egy minőt. Ho. Nagyon. Forró volt a helyzet a két maszk körül, na csak ne olyan hevesen. Nem olyan hevesen, hopp, Cortex már is készíti az aknáit, nincs gond. Jaj, na még egyszer lökjük le, és még egyszer be közébre. Olyan mókás, ahogy ott esetbe. Ez az. Megvan. És az utolsó képességet is feloldottuk, a nyúlcipőket. Rajt kell tartani az R2-t, és futni fogunk. Hát milyen jó ez már. Sokat fog segíteni a relikviák megszerzésekor. Defeated again? This is not fair! Maybe I should retire to a nice big beach with a nice big drink. And a woman with nice big bags of ice for my head. That is not over, Bandicoot. There are still the gems. We still have a chance to triumph. Bizonyám, még össze kell szednünk a drága köröket is, illetve a relikviákat. Tehát ez lett volna a Crash Bandicoot 3 Warped. Naughty Dog készítette és fejlesztette. Egyébként ők még a Jak and Dextert, a Last of Us-t és az Uncharted-et is ők fejlesztették. És külön köszönet, és még egy külön köszönet, hát ezek csak külön köszöngetnek össze-vissza, hát mindenkinek csak külön köszönet. Mark Péntek, láttátok? Magyar ember ott van, magyar, vagy nem. Újabb külön köszönet, Kasszirajig. Unique Way Kobayashi, hey, a Forma 1-es nem az, se baj. Csak sima köszönet, akire szatoltasak, a zene, Mark Mutton, Josh Manka, köszönöm szépen, Sound Design, köszönöm szépen, Michael Gollumban, Kevin Spears, köszönöm szépen a zenét, nagyon szerettem, köszönöm. A szinkronhangok, Dr. Neo Cortex és Uka Ukának egy, Engine-nek és Time Tigernek is egy ember szinkronizálta. És külön köszönet nektek, akik végignézték a végigjátszásomat. Remélem, hogy tetszett, és tudtam valami újat mutatni. Hát itt vagyunk, nincs tánc, de ez a futás, amit feloldottunk, segíteni fog a relikviák megszerzésébe. 53%-nál tartunk. Folytatás?